Köszöntöm a televízió nézőket, ez a Hírháttér. Vendégem Ten Gábor, a Mosonmagyaróvári Kézlabda Klub elnöke. Évvégi beszélgetésünk az értékelésről szól elsősorban, viszont országos hír volt az, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség hatására nyomoz a rendőrség különféle ügyekben itt a játékvezetőkkel kapcsolatban. Érintette bennem Mosonmagyaróvár. Tisztelettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Vizsgálat folyik több klubnál, a mi klubunknál is voltak a hatóságtól, és folyik a vizsgálat. Beszéljünk akkor az idei szezonról. Nem tudom, hogy vagy? Tehát ezt megkérdezem, hogy vagy? Hát, hogyha mondjuk a utolsó forduló után kérdezel, illetve az utolsó forduló körül, akkor azt mondanám, hogy nem jól, most már jól, tehát mindig egy új feladatot kell tekinteni. Nagyon szerettünk volna bemaradni az NB1-be, ez nem sikerült, és most már teljes mértékben minden kollégám, minden játékosunk, leendő játékosunk arra koncentrál, hogy az új feladatokat megugorjuk. Tehát a célunk az, hogy jövőre visszakerüljünk az NB1-be. Tehát akkor biztos, hogy nem indulunk Vasas Kecskemét licenszel NB1-ben, hanem NB1-B lesz. Hát a biztos az mindig, amikor elmúlt, ugye bejelentették azt, hogy indulni akarnak, azt nem tudom, hogy hivatalosan megérkezett a szövetséghez az ő akkreditációjuk. Egy biztos, hogy mi készen állunk arra, hogyha ők nem, akkor mi igen, de jelen pillanatban mi az NB1-B-re készülünk. Beszéljünk egy kicsit a szezon elejéről, ami nagyon jól indult, azt gondolom. Tehát talán senki nem számított annyi pontra, amennyit összegyűjtöttünk. Aztán a második év felértán elfogytunk, hogyha összefoglalhatom így. Te hogyan láttad a szezont szakmailag? Vagy nem tudom, hogy mennyire vagy releváns szakmai véleményt formál? Vagy hát mondhatsz? Inkább természetesen azt gondolom, hogy klubelnökként megnyilatkozhatom mindenféle kérdésben, de én csak olyanról szeretek nyilatkozni, amihez igazából értek. Tehát én nekem nem elsősorban a szakmai kérdések a feladatom, ez mindig a szakvezetésnek a dolga. Nekünk a háttérbiztosítása elsődleges feladatunk, ami szintén nem kis feladat a mai gazdasági körülmények között, illetve annak ellenére. A szezon tényleg kettős volt, és amikor beszélgettünk erről kb. Egy-két hónapja, akkor kicsit pozitívabban láttam, de tényleg elfogytunk a végére. Az utolsó mérkőzéseinkre nem tudtunk kiállni úgy, ahogy szerettünk volna, attól függetlenül, hogy ugye két játékosunk eligazolt szezon közben, illetve hát mi is igazoltunk, erősítettünk játékosokkal, hiszen a Bizik Bogi és az élő Beja a szezon közben érkezett hozzánk, és a Leo Vukovics kölcsönbe Kisvárdáról. Ettől függetlenül sajnos nem tudtuk megúrni ezt, hogy a behúzzuk azokat a fontos mérkőzéseket, amik igazából a bennmaradást jelentették volna számunkra. Tekintsünk egy kicsit akkor a pillanatnyi állapotokra. Kik azok a játékosok, akik maradnak jövőre, és kik azok, akik már biztos távozónak tekinthetők? Hát akkor hadd vegyem kézbe a papíromat, jó, mert ez így egyszerűbb lesz. És ha szabad, akkor próbálom szöveg nélkül. Tehát akik itt maradnak, ők Csala Anita, Gyimesi Kitti, Bardi Fruzsina, Töfner Alexandra, Németh Veronika és Hajtai Vanessa. Akik érkeznek, ők Horváth Bernadett beállóba Budörsről, Bedő Farkas Veronika irányító Vácról, Tóth Melinda balszélső Debrecenből, Solc Andrea kapus Kisvárdáról, Hegedűs Dorottya lövő Szombathelyről, Lozsi Erna jobbszélső a Nekából, és Dányi Bernadett kapus szintén a Nekából. Akik távoznak, ők Gerhard Fanni, Bóti Fruzsi, Véninger Alexa, Szemelei Zsófi, és Dombi Luca jelen pillanatban kérdéses. És akik kérdéses játékosok, most folynak még velük a tárgyalások, ők Bizik Réka és Bizik Bogi, és Kopec Barbi, ővelük még az utolsó pont a napokban fog sor kerülni a szerződésre, illetve az esetleges távozásukra. Bocsánat, kifelejtettem még Markovics Rebekát, ő szintén marad a csapatnál, csak ő hosszan sérült volt szinte az egész szezonban. Tehát jelen pillanatban így nézünk ki, ez még változhat, de a biztos pontokat, akiket mondtam, ők már aláírt szerződéshez rendelkeznek. És még egy fontos kérdés, ugye az edző kérdésében nem beszéltünk. Bognár Róbert lesz az edzőnk, aki visszatér hozzánk, hiszen egy évet most távol volt tőlünk, és ő lesz a vezetőedző.
csapatnál. Lesz változás még a szakmai stábban ezen kívül? A szakmai stábban más változást nem tervezünk, tehát Varga Józseffel nem hosszabbít, nem léptettük életbe a második évet, hiszen a szerződése az úgy 1+1 évről szólt, vele közös megegyezéssel szerződést bontottunk. Most a távozókról beszélek, akkor a legerősebb játékosainak vélném azok, akik elmennek. Viszont az érkezők meg szintén nagyon erős játékosok, de az látszik, hogy új csapatot kell építeni. Hát mi évközben megegyeztünk a játékosokkal, akikre építettük a következő szezont. Évközben egyébként jelezte a Weninger Alexa, és jelezte a Gerhard Fanni, hogy ők távozni fognak. A Bóti Fruzsit a Dunai Város fogja elvinni. A Weninger Alexa Budaörsre megy, ugyancsak a Gerthár Fannival. Szemelei Zsófi az utolsó mérkőzés után jelentette be, hogy ő távozni fog, látva azt, hogy ő NB1-be szeretne védeni, és Dombi Luca szintén az utolsó forduló után jelezte, hogy ő neki esetleges szándékai vannak a távozásra. Tudtad, hogy valószínűsíthető ez így lesz az NB1-B nem lesz elég motiváló a nagyobb nevű játékosainknak? Fáj ez neked konkrétan? Most magánember azt mondja, hogy emocionálisan kérdezel, én azt gondolom, hogy ezt nehéz megválaszolni úgy, hogy azt mondjam, hogy nem fáj, de hát mindenki maga dönt a saját sorsáról, mi természetesen ha már Mosonmagyaróvárra jöttünk, akkor teljes mértékben arra koncentrálunk, hogy Mosonmagyaróváron egy olyan csapattal tudjunk jelen lenni, ami mind a közönség számára egy szórakoztató tud lenni, tehát nyertes mérkőzéseink legyenek, bár azt gondolom, hogy a vesztes mérkőzéseinken éppen megtapsoltak bennünket és értették a csapatot, hiszen azért azt tudni kell, nagyon erős az NB1, tehát tulajdonképpen az egyik legerősebb Európában, és azt gondolom, hogy tényleg mindenki most már arra koncentrál az érkezők közül is, hogy szintén ki tudjuk szolgálni a közönséget, ki tudjuk szolgálni a szponzorainkat, és ki tudjuk szolgálni azt az elvárt teljesítményt, amit tőlünk elvárnak pályán kívül. Azt nézem, hogy a tavalyi feljutó Kispesthez képest még mi is mennyire előrébb voltunk, mondhatnám azt, hogy papíron simán vissza kellene jutnunk az NB1-ben, annyira bal erősebbek lehetünk az NB1-B-nél így első látásra? Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye NB1-ben maradni azért nem kell minden mérkőzést megnyerni, de hogyha valaki a topon akar végezni az NB1-B-be, akkor szinte minden mérkőzést meg kell nyerni. Hát mi arra készülünk, hogy minden mérkőzést megnyerjünk és visszakerüljünk. Nagy pozitívum volt az idei esztendőnek, hogy végre Mosonmagyaróváron, az UEFA Arénába játszhatta a csapat a mérkőzését, és látszik, hogy nagy az igény rá. Mit gondolsz a közönségről, nézőkről? Hát igazából ez egyik fájdalmunk, hogy végre Mosonmagyaróvára kerültünk, és akkor nem tudtunk úgy teljesíteni, mint ahogy szerettünk volna, de mi azt gondoljuk, hogy megfelelőképpen tudtuk kiszolgálni a közönséget, a nézőinket, a szurkolóinkat, és én nagyon bízom benne, hogy a szurkolóink meghálálják ezt, és maradnak mellettünk, és mi ezt szeretnénk is kérni, hogy tartsanak ki mellettünk, mert mi szeretnénk jövőre úgy teljesíteni, ahogy ők azt elvárják tőlünk. Ez azt jelenti, hogy mi, hát ha nem is teljes teltházra, mert biztos lesznek lemorzsolódások a kezdeti érdeklődés után, de azért egy stabil szurkolótáborra számítunk a következő szezonban is, és én azt gondolom, hogy ahogy mi próbáltuk őket kiszolgálni szórakoztatásba, ők pedig ezt mindig meghálálták nekünk. Arról van már információ, hogy mikor kezdődik a bajnokság, illetve hogy mikor kezdődik maga a konkrét felkészülés rá? Nem tudok rá válaszolni, mert még nem jött ki a versenykiírás, ugye még a nevezések se futottak be, tehát erre még nem jött ki a pontos időpont. Egyet tudok, hogy körülbelül egy héttel később kezdődik, mint általában az NB1, tehát mi is a felkészülésünket egy héttel később, tehát július második felébe fogjuk kezdeni, de erről valamilyen formában mindenképpen szeretnénk tájékoztatni majd a mosonmagyaróvári közönséget, nézőinket, szurkolóinkat, illetve magát a jegyértékesítésnek a folyamatát is, ami hasonlóan a tavalyi évhez szintén elővételi joggal rendelkeznek, akik bérletesek a
ez ebben a szezonban bérletesek voltak, ők éppen úgy biztosítjuk a helyüket számukra egy bizonyos időpontig, amit az MKCSE honlapunkon meg fogunk hirdetni. Véget ért az idei kézlabda szezon is, ennek kapcsán beszélgettem dr. Ten Gábor elnök úrral. Köszönöm, hogy itt voltál, elmondtad véleményedet. Önöknek pedig azt, hogy bennünket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!